Gróf Eszterházy János nevét sokan ismerhetik, de azoknak az ezreknek a nevét csak a hozzátartozók, akiket 1947 tavasza és 1948 nyara között a Felvidékről kényszerrel telepítettek Magyarországra. Az otthonaikba hazánkból érkező szlovákok költöztek be. Nagyon előnytelen csere volt, ugye lakosság cserének nevezték ezt a történelemben, és így tanítjuk most már. Viszont a csere kedvezménye az csak azok számára létezett, akik innen elmentek. Emiatt természetesen őket sem lehet hibáztatni, mert jobb életreményében vállalták azt, hogy Szlovákiában majd szlovákként fognak élni. Azért az is kiderült elég sok esetben, hogy a mai napig nem annyira jól tudnak szlovákul. Én többekkel beszéltem ottként Felvidéken, ilyen kitelepültekkel, akik azóta is talán inkább magyarnak vallják magukat. Na, de ez csak egy mellékszünge, mert akik ide érkeztek, azok viszont valóban 10-20 évre nagyon-nagyon nehéz élethelyzetet kaptak. Nádfedeles, földes, vert falu házak, tanyai házak, amelyek a központtól és mindentől nagyon messze voltak. Nagyon nehéz volt talpra állni ebből a helyzetből, de én azt gondolom, hogy elődeink ezt megtették, és büszkék lehetünk rájuk. Kordován Andrásné 6 évesen kényszerült elhagyni szülőföldjét. Ketten voltunk testvérek, apukám hadifogoly volt még, és Kovácsbokorba vittek ki bennünket. Nagy dud van, meg a mi házunk is torgott, mint a fiatal ember mondta, mindenütt. Fazék, teknő, minden fogta a nyíregyházi vizet. Anyukám nagyon ment volna, de már itt maradt a temetőbe, de apukám nem vágyott, azt mondta, hogy ő nem vágyik, mert nehogy visszavigyék a hadifogságba. A vármegyei közgyűlés alelnöke szerint azért is fontos emlékezni a történtekre, hogy hasonló többé ne fordulhasson elő. A Felvidékről kitelepített magyarság egy nagyon komoly sorstragédiája a magyar nemzetnek, és ezért fontos az, hogy minden évben emlékezzünk és emlékeztessünk. A mai napon is azért vagyunk itt, és azért hajtottunk fejet a Felvidékről kitelepítettek emléktáblája előtt. Ez most a Felvidékért Egyesület szervezésében valósult meg, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy ez az emlékeztetés, ez valóban az utánunk következő generáció számára ez mindig elérhető legyen, és mindig ott legyen a köztudatban. Ennek az a célja, hogy még egyszer ne történhessen meg ez a sorstragédia. És valóban vannak nevek, akár Eszterházy, akár Aponyi Albert, akik nagyon sokat tettek a magyarságért, nagyon sokat tettek azért, hogy itt akár a Felvidékről kitelepítetteknek a sorsa jobb legyen, vagy hogy még egyszer ez a sorstragédia ne forduljon elő. Előttük is természetesen fejet hajtunk, és bízunk abban, még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a tragédia még egyszer nem következik be. Az ünnepség részvevői a Városháza falán lévő emléktáblák megkoszorúzása mellett az északi temetőben is lerúgták kegyeletüket.